tízen játsszák, két csapatra osztva, és a cél az, hogy az egyik csapat telepítsen bombát, a másik pedig azt felszedje. Maga az a játékhoz igazából azt szerintem a reflex kell, ami a játék tudás jelenti, a reflex, illetve a nagyon gyors, logikus gondolkodás. Kívülről ugye csak annyi látszik, hogy néhány srác rohangászik és lelövi a másikat. Szinte az összes ilyen játék arról szól, mintha sakkoznál, csak iszonyatosan felgyorsulva. Kettő, három lövő! Rémik, három! Targonca, targonca! Sötétbe bemegy! Hagyd nekem, hagyd nekem! Agresszíven, agresszíven! Itt van még egy MP! Ez az! Ez az! Európában vannak profi csapatok, akik tényleg ebből élnek a játékosok, és nem csinál mást, maximum csinálja a sulit, de emellett annyi pénzt kap, hogy lazán megél belőle 4-5 ezer dollárt vagy eurót havonta. Ha nagyon ügyes az ember, akkor iskola mellett is tudja művelni a játékot, de időt igényel. És mennyi időt töltesz vele? Hát így olyan napi, olyan 7-8 óra így általában. Van még Korea, illetve most már Kínában is kezd elterjedni, ott már olyan szinten vannak a játékosok, hogy ilyen, ha jól emlékszem, akkor évi 600 ezer dollárt keresnek, és gyakorlatilag ott kint olyan rendezvények vannak, hogy van egy stadion, kint van 80 ezer ember, és annyit látsz, hogy két kis srác ül a monitor előtt is játszanak, és tömve van a stadion. Ismerik névről a játékosokat, tegyük fel egy kint egy cég, már egy német játékosnak a nevével adja el a saját termékét. Azt mondják, hogy a mit tudom én, milyen nevű játékos, hirdeti a saját egérpadját, egerét, számítógépét, tudsz venni egy alaplapot, ami a számítógép alkatrész, és arra az ő neve van ráírva, és ugye van megfogja. Dedikált alaplap. Így van, dedikált alaplap. Kislányok rohangásznak utánuk az utcán, mint a popszárok után, teljesen őrület van. Ki a legismertebb játékos Magyarországon? Akit a legtöbben ismernek Csében, szerintem Kodiak. A legismertebb Kodiak, igen. Kodiak, így azt szerintem így mindenki ismeri, így nemzetközi szinten. Ő a legismertebb e-sport játékos, ez biztos Magyarországon, és szerintem Európa szerte is nagyon-nagyon-nagyon híres. Nagyon sok filmet csinált magáról, ő a leghíresebb. Mind Magyarországon, mind külföldön, ő a legismertebb és leghíresebb játékos. Kodiak has managed to take out Korf as well with a headshot. That's four in this round, and it's five from Kodiak with five in a row. And in brilliant style, Kodiak finishes off five. That was unbelievable shooting from Kodiak. Az utolsó ilyen movie-ját, vagyis kiadunk egy filmet, ahol bemutatjuk, hogy ő hogyan játszik. Ez olyan, mintha a fociból összeválogatnád a legszebb jelenetét egy játékosnak, azt egy hét alatt 40 ezeren szedték le. Agyba is ott van a játékban. És ha ő mond valamit, akkor arra már adnak a szavára. Nagyon régóta is játszik, azt hiszem, hogy 7 éve játszik, ért is hozzá, tehát nagyon jó esze van, lőni is tud. Tudja irányítani a társait. A legalább a 120. évét tapossa. Ebből 140-et játszott. Hát ő az élő legend, és ezt fenn kell tartani. Minden sportban vannak, már Tyson se tudja abba adni a boxot, ő se tudja abba adni a játékot. Háromszor voltam ilyen magyar bajnok, háromszor voltam kint WCG döntőn, kétszer Koreában és egyszer Szingapurban. Egész jónak számítanak a magyarok. Kevés olyan internetes játék van, amiben jók vagyunk, ebben többé-kevésbé jónak számítanak, tehát lenne esélyünk az európai élvonalba bekerülni. De szóba se jöhet az, hogy mi Dániába kimenjünk egy LAN-ra, vagy akár Franciaországba, mert nincs rá keret. Heti 5 napban legalább edzeni kell. Régen ez jó volt, tehát régen élveztem, hogy leülök a gép elé, játszom, és jobb leszek, és éreztem, hogy jobb leszek. Egy idő után aztán persze nem lesz jobb az ember, és akkor küzdködik, akkor próbál, akkor gyakorol. Egy idő után el fogja találni azt, aki ott rohangál előtte. De azt jóval többről szól ez a játék. Rendkívül összetett az, hogy hogyan kell egy csapatot, vagy hogyan lehet egy csapatot egyben tartani, összeszedni. De a lényeg az, hogy ennek közösség alkotó ereje van, mert hát itt van x 100 ember, aki lejött azért, hogy játszon. A fiúknak alapból a képességük sokkal jobb ehhez a játékhoz. Észben is jobban játszanak, skillben is jobban játszanak, tehát egy lánynak elég nehéz ezt a játékot művelnie. Ez eléggé fiús játék. Nem bírják elviselni, hogyha lelövi őket egy lány,
és akkor ott kinézettől kezdve mindenbe belekötnek, hogy de tényleg mindenbe sértegetnek, és ezt nem nagyon lehet így idegileg elviselni hosszabb távon. Nem néznek le, hanem épp az, hogy egy kicsit ilyen előnyt élvezek, vagy nem tudom, mindenképpen aranyos, meg bármilyen a játék úgy, hogy lelőnek. Nagyon egyszerű mérkőzés volt, győzött most a Jobbik, jobb formában voltak, és hát nem tudtuk azt a színvonalat hozni, amit igazából szerettünk volna. Nekünk könnyű volt, jól ment. Szerencsénk is volt, erős kezdés után erősebbek lesztünk.